fontos, hogy a nyugdíjas életkorban is a mozgás nagyon fontos. Így szeretnénk kedvet adni a nyugdíjasoknak, és ami nagyon fontos, hogy olyan szakembereket alkalmazunk, gyógytornászt, aki segíti egyébként a hétköznapokban is az, hogy rendszeresen mozogjanak, mert a klubjainkban vannak olyan foglalkozások a nyugdíjas klubokban, amely a testedzést helyezi előtérben. Minden nap, a hét minden napján van erre lehetőségük, és ez természetesen olyan, hogy mindenki az egészségi állapotának megfelelő gyakorlatokat gyógytornász segítségével végez. Úgyhogy örülök, hogy ebben a nagyon szép környezetben, itt a szabadban, jó levegőn tudnak mozogni, és hát miután kellemesen elfáradtunk, azután meg lehet közösségi életet élni, beszélgetni, és egyéb hasznos elfoglaltságot, amit itt ilyen kézműves programokat ajánlunk fel, amelyen részt vehetnek. Ez a befejező része tulajdonképpen a mai eseménynek. És minden évben meg fogjuk rendezni, itt is, máshol is, és egy nagyon szép emléklapot kapnak mindazok, akik sikeresen teljesítették ezt a 15 perces mozgást, ami minimum ennyit vár el az akcióban résztvevőktől a program. Ebben az évben, május 23-án, szerdai napon, első alkalommal szerveztük meg munkatársaimmal a Kispesten ellátottaink körében a kihívás napját. Ez most 11 órától körülbelül 12 óráig tartó olyan sportos együttlét, amivel az egészséges életmód, a sportszellemben való közös együttműködés, valamint egy hasznos sporttevékenység valósul meg, amivel játékosan, és reméljük, hogy elmélyülnek azok a betanult mozdulatok, amik a gyógytornász munkatársam közreműködésével itt megvalósultak. Idősek klubjának az ellátottjaink voltak hivatalosak, a Csillagok napközi otthonának a fiataljai, munkatársaim, és 50-60 fő vállalkozott erre az alkalmas napra, ami egy országos programnak a része. Magyarország 1991-ben csatlakozott a Kanadából 1982-ben elindult programra.